Itt állunk Soroksáron a Hősök terén, annak a templomnak a szomszédságában, ahol férjhez mentél, ahol házasságot kötöttél. Szóval egy soroksári lány vagy, aki most az Egyesült Államok kellős közepén, Missouri államban, St. Louisban él. Hogy kerül egy soroksári lány St. Louisba? Hát nem volt tervezett, tehát igazság szerint a férjem révén kerültem oda. Mert mi nagyon fiatalon, 20 évesen házasodtunk össze, 16 évesen ismerkedtünk meg, versenytáncoltunk, és így. És hát itt a soroksári templomban házasodtunk össze, soroksári házasságkötőben, úgyhogy nekem ezek mindig nagyon kellemes emlékeket idéznek. És kapott egy lehetőséget doktori ösztöndíjra, vegyészmérnökként a Washington University in St. Louis-on, és mivel házasok voltunk, ezért együtt mentünk. Aztán én is jelentkeztem mesterdiplomára nemzetközi kapcsolatokra az egyetemen, ugyanazon ott St. Louisban, és hát végül egyetem után ott találtunk mind a ketten állást, úgyhogy így kezdődött a történet. És milyen összehasonlítva Soroksár meg St. Louis? St. Louis sem a legnagyobb metropoliszok közé tartozik. Van valamiféle hasonlóság? Hiszen te itt nőttél fel, igaz-e? Tehát jól össze tudod vetni ezeket. Hát igen, tulajdonképpen elég hasonló, mert mind a kettőnek ilyen kicsit ilyen külvárosi jellege van, tehát az emberek barátságosak, sajnos sétálni ott nem nagyon lehet, tehát van egy park, a Forest Park, amit nagyon szeretünk, és amellett lakunk, ott el tudunk menni sétálni, biciklizni, futni, de tehát így azt leszámítva, hogy ott kocsival kell közlekedni, meg hát ugye angolul beszélnek, tehát meglepően sok hasonlóság van. Az éghajlat is nagyon hasonló, 4 évszak van, tél hideg, nyár meleg, kicsit talán ott párásabb, meg hát ott lehet tornádó. De azt leszámítva, így meglepő a hasonlóság. Egyébként Amerika mennyire Amerika? Szóval van, aki úgy gondolja, hogy ott kolbászból van a kerítés, így van? Hát nyilván mindenki úgy gondolja. Nekünk nem voltak ilyen elvárásaink, tehát őszintén szólva nem is nagyon terveztük ezt a kimenetet. Igazából csak így adódott ez a lehetőség, és hát 23 évesek voltunk. Úgy gondoltuk, hogy kalandvágyból kipróbáljuk, meg tényleg a férjem szeretett volna a kutatómérnökként tanulni, és ez egy fantasztikus lehetőség volt akkor, de nem gondoltuk azt, hogy ez így kolbászból van, meg hát nyilván egy másik helyzet, hogyha az ember tanulni megy, hát diáknak lenni, ugye nyilván sehol sem könnyű itthon sem, külföldön sem, ugye ott meg még nincsen se család, meg hát senkit nem is ismertünk. Tehát végül is beilleszkedtünk, meg találtam barátokat így időközben, de nem egészen ugyanaz, mint hogyha valaki így állás miatt költözik. Aztán most már ez megint egy másik életszituáció, hogy mind a ketten dolgozunk, és hát nehéz, tehát nem volt könnyű a váltás. Az elején voltak ilyen hullámvölgyek, meg persze az embernek honvágya is van, de hát így összességében talán úgy érzem, hogy jól döntöttünk. Nem feltétlenül örökre tervezzük kint, hát most egyelőre mind a kettőnknek ott van állása, de majd meglátjuk, hogy alakul. Azt sem terveztük, hogy kimegyünk, úgyhogy... És mit dolgozol, hol kaptál állást? Én a US Banknál dolgozom, tehát nekem itthon pénzügyi és számviteli diplomám van, a pénzügyi és számviteli főiskolára jártam, és... Hát kint nemzetközi kapcsolatok szakon végeztem, és végül is most egy banknál dolgozom nemzetközi hitellevelekkel, tehát végül is valamennyire ez ilyen jó kombináció, mert tudom használni a pénzügyi, meg a számviteli ismereteimet is, de valamennyire azért nemzetközi, és hát külföld, de nem csak Amerikában lehet ezzel így elhelyezkedni, én úgy érzem, tehát ez tényleg akár Indiában, vagy Európában vannak ügyfelek, meg kliensek, akikkel dolgozunk, úgyhogy ez azért segítség, hogy nem csak ilyen nagyon helyi dolgot csinálok. És a férjedet, akit egyébként kérdezem is, hogy hívnak, őt hová terelte a sors? Hát a férjem Lengyel Miklós, és a DuPontnál dolgozik, vagyis hát a DuPontnak a St. Louis-i leányvállalatában, amit DuPont MECS-nek hívnak. Tehát ő... A doktoriát elemekből írta, lítium elemekből, és
amiben most tudott elhelyezkedni, végül is ilyen kénsavgyártással kapcsolatos, kénsav tisztítással, hogy tudják környezetbarátabbá tenni ezt a folyamatot. Úgyhogy ezzel foglalkozik most tulajdonképpen. Hát a vegyészmérnök az elég tág, vannak nagyon specifikus területek, de általán ez így jobb, hogy több területen is áll. Itthon egyébként a Műszaki Egyetemre járt és gyógyszerész szakon végzett, úgyhogy volt neki így három váltás az életében. Hát egyiket se kifejezetten tervezte, mert amikor megkapta a doktorit, akkor kicsit mást jelent a vegyészmérnök itthon, mint Amerikában. És az itthon, ami vegyészmérnök, az kint inkább vegyész, de hát utólag így jól alakult, mert tehát így jobban szeret így anyagokkal dolgozni, meg főleg neki az elemekhez húz a szíve, tehát úgy érzi, hogy ebben van a jövő, ugye most a Tesla, meg egyéb ilyen elektromos autók, most megint, hát annyira nem megy jól a Teslának, de a jövőben van benne lehetőség, és ő ezt így jobban is élvezte, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mit hoz a sors. És amikor itthon vagy szabadságon, itthon vagytok szabadságon, akkor ezek szerint Soroksáron is töltitek a napokat? Itt van még a család? Igen, igen, hát az egész család itt van. Nekem anyukám még Soroksáron laknak, úgyhogy így mostanában, így az utóbbi években mindig Soroksáron vagyunk, ez a főhadi bázisunk, meg nagymamámék is Soroksáron laknak, keresztapukám. Hát a férjemnek a szülei Újpesten és Káposztásmegyere laknak, tehát a város másik végén, de hát ez nem probléma végül is, legalább egy városban, Budapesten, úgyhogy ezt próbáljuk így koordinálni. Akkor süvegeljük meg a családot, tehát hogy hívják a mamát, a rokonokat, akik itt vannak Soroksáron, és mit csinálnak? Anyukám tanárja, a Pán-Európa Általános Iskolában tanít, úgyhogy azért is próbálunk így nyáron jönni, mert neki nyári szünet van most. Úgyhogy húgom most fejezte be a pszichológiát, és vár mesterképzésre, hogy sikerült-e neki, és hát így időközben megpróbált, lett végül is egy ilyen coaching vizsgát, úgyhogy abban gondolkodik, hogy esetleg abban fog elhelyezkedni. És a neveket is kérném. Anyukám Szilágyi Imréné, Juli, a testvérem Szilágyi Ágnes, és apukám tűzoltó volt, de most már nyugdíjas, Szilágyi Imre. És akkor nagyszülők? Nagyszülők, hát már csak nagymamám él, Kassa Józsefné, ők a Templom utcában laknak, úgyhogy nem nagyon messze, és keresztapukám, ő is a tűzoltóságon dolgozott, Kassa József, most jelenleg a nagymamámra van otthon ilyen ápolásin, mert hát sajnos már így nagyszüleim nem voltak annyira jól, és így végül is úgy döntöttünk, hogy ez így a családnak a legjobb. És amikor az ember St. Louisban esetleg honvágyat érzékel magában, akkor mire gondol vissza? Tehát vannak olyan soroksári emlékek, ide kötődő emlékek, amelyek ebben az esetben melengetik a szívedet? Hát igen, mindenképpen tulajdonképpen én az egész gyerekkoromat, meg fiatal felnőtt koromat ugye itt töltöttem, és hát érdekes módon férjem is leginkább ide kötődik, pedig hát ő az 5. kerületben nőtt fel az Alkotmány utcában, tehát ő belvárosi fiú, de tehát amióta egy összeházasodtunk, így úgy alakult, hogy mindig itt vagyunk, amikor itthon vagyunk, meg úgy meg is szerette. Nagyon kellemes a hangulat, hát a templom, mindenképpen a soroksári templom az nagyon közel áll a szívünkhöz, mert még szerencsés volt a plébános, aki nekünk a jegyes oktatást tartotta, és hát nagyon sokáig, amíg itt volt, addig vissza is jártunk hozzá, tehát jó barátok is voltunk, meg hát a házasságkötő is különösen szép egyébként, a sógorom, sógornőm, ők tavaly házasodtak össze, és neki a nővére, ők Pesterzsébeten laktak, de náluk például az egész család, mindenki a soroksári házasságkötőben kötött házasságot, úgyhogy ez ilyen, most már ilyen közös családi hagyomány, meg hát Samli csárdát szeretjük, ugye a Pán-Európa Általános Iskolában anyukám ott tanít, testvérem is, meg én is oda jártunk, úgyhogy nagyon kellemes élmény volt, meg főleg hát nekem ugye
hát a napsugárovodába jártam, az itt kicsit följebb van, úgyhogy tehát végül is az egész életem így Soroksárhoz kötődik. És odakint az Egyesült Államokban, az operencián is túl, az emberi kapcsolatok hogy formálódtak? Tehát sikerül aránylag egyszerűen barátokat találni, vagy ez azért bonyolultabb folyamat? Hogy illeszkedtetek be? Hát ez érdekes, ez mindig nagyon érdekes, hogy hogy alakulnak ezek a barátságok. Ugye amikor először egyetemre mentünk ki, az egy nagyon nyitott környezet. Igazából kicsit olyan, mintha burokban lenne az ember, mert tehát nagyon sok a külföldi, mindenki máshonnan jött, senki nincs otthon, úgyhogy ez nagyon nyitottá teszi az embereket, meg talán még így fiatalabb korban könnyebben is ismerkedik. És hát voltak persze magyarok is a tanszéken, de nem csak magyarok, hát főleg indiaiak, kínaiak, különböző országokból, úgyhogy ez így az elején nagyon könnyű volt, meg igazából ilyen nagyon adott, hogy kivel, meg hogy ismerkedünk. Aztán amikor az egyetemmel végeztünk, akkor elköltöztünk 4 hónapra Urbana-Champaignbe, az körülbelül fél úton van Saint Louis és Chicago között, ez egy ilyen 250 kilométer, tehát annyira nincs közel, de tehát így kinti viszonylatban mérve nagyon közel van. És hát 4 hónap után kapott a férjem egy állás lehetőséget, amire egy évvel korábban jelentkezett. Tehát az kicsit kellemetlen volt, mert egy posztdoktori kutató volt az egyetemen, és az egy átmeneti állapot, általában 1-2 évet szokták csinálni. De tehát nekem nagyon jó tapasztalatom volt, mert kapásból egy a Nemzetközi Diákok Irodájában el tudtam helyezkedni. Hát addigra már ugye végül is szükségszerűen megtanultam, hogy a vízummal, meg az egyebekkel járó követelményeket, és az én nagyon szerettem is azt. De hát kettőnknek végül is együtt jobb lehetőség volt, meg tudtuk, hogy ez egy átmeneti, úgyhogy végül is így 4 hónap után visszaköltöztünk Saint Louisba. És akkor ott még voltak nagyon jó barátaink, akik még nem végeztek az egyetemmel, és aztán olyan fura érzés lett, hogy egy éven belül körülbelül így mindenki szépen lassan elköltözött, ahogy végeztek, máshol kaptak munkát, úgyhogy ez megint egy másik életszituáció, amikor dolgozunk, és persze így is vannak barátaink, de más azért. És mi újság a koszttal, hiszen mondjuk Magyarországról külföldre szakadva azért sokan vannak úgy, hogy szeretik azért a mindennapokban a hazai ízeket visszahozni. Ti hogy vagytok ezzel? Hát én szoktam főzni otthon, tehát ez nálunk nem probléma, úgyhogy itthon is főzögettem, de megmondom őszintén, amíg én otthon laktam, addig nem főztem, mert anyukám nagyon jól főz, és szeret is főzni, úgyhogy hát először még a telefonos segítséget kellett igénybe venni, de aztán az ember így belejön, meg én is szeretek főzni, tehát nem tudom, hogy ez így genetikailag öröklődik-e, vagy így alakult, hogy nincs is nagyon más lehetőség, tehát persze, hogy néha szeretünk kipróbálni új dolgokat, ázsiai konyhát, táj konyhát, indiait, ez így nagyon érdekes, biztos meg lehetne tanulni azt is, hogy lehet főzni, de általában azért a magyarosabb, inkább a reform konyha kedvelői vagyunk mind a ketten. És mi a fő kedvenc? Én a paprikás csirkét szeretem nokedlivel, tejfölösen, nem tudom kinek mi a preferencia, uborka salátával, paradicsom salátával, nekem így az a kedvencem. És amikor vége a szabadságnak, akkor mennyi ideig tart az út visszafelé innen? Soroksárról Saint Louisba. Hú, hát ez most az idei év különleges, mert eddig mindig 2 átszállással kellett utazni. De a Lengyel Légitársaságnak hála idén májustól van egy közvetlen járat Budapestről Chicagóba. Ez egy körülbelül 9 órás út, és onnan fölvezettünk, tehát ott hagytuk a reptéren a kocsit, az még körülbelül így forgalommal, megállásokkal egy olyan 6 óra. Tehát meg fogunk aludni éjszaka, mert kicsit későn érünk oda, meg hát ugye a reptéren mindig van egy kis késés, úgyhogy végül is elindulunk szombat reggel, és vasárnapra fogunk visszaérni, úgyhogy ez egy ilyen másfél napos út. Szerencsés utat, köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!